No, üdvözlök mindenkit! Egészen szép számmal vagyunk itt most a múltkorihoz képest. Bocsánat, itt a pár perc késés, de nem baj, ezt a pár perc késést az úgyis várakozással szoktuk tölteni, úgyhogy akkor ezt a részt most átugorjuk. Szokás szerint sarokban van a kapcsa, most így utoljára a fél év során. Akinek szükséges, az lépjen be a katalógba és regisztrálja be, hogy itt van. Jó, és akkor el is kezdeném a mai utolsó két témánk. Az egyik az az Ajax kommunikációnak a másik oldala. Ugye a fél év közepén valahol foglalkoztunk Ajax-szal, hogy kliens oldalról hogyan lehet ilyen valósidejű kéréseket küldeni a szervernek. És most azt fogjuk megnézni, hogy hogyan lehet ezt szervert csinálni, illetve hogy mik a PHP-ban a sajátosságai az ilyen jellegű programoknak, illetve kommunikációnak. Illetve a másik téma, amit mára terveztem, azok a különböző ilyen tervezési minták PHP-ban, hogyan lehet, hogyan érdemes struktúrálni PHP-ban a kódunkat. A csoportjával kapcsolatban jött kérdés. Igen, jelenleg megbeszélés alatt van, hogy hogyan lesz a csoportzéhek, sikertelen csoportzéhek kezelése. Szerintem még a mai nap folyamán fogtok erre választ kapni Canvas-en keresztül. PHP folyamzéhával kapcsolatban is fogtok legkésőbb holnap információt kapni. De ha minden igaz, akkor a terv az az, hogy a 25-i héten lesz PHP folyam ZH. Jó, akkor kezdjünk is bele. Szokás szerint ugye egy kis ismétléssel kezdjük, mi volt eddig. Ugye beszéltünk output generálásról még itt a PHP témakör elején, illetve ezt követően arról, hogy hogyan lehet PHP programba bemenetet juttatni. Itt most már majdnem minden lehetőséget végignéztünk, ugye kliensről, hogy jön, környezeti változókból, hogy jön, fájlokból, hogyan jön információ, ezt az információt hogyan tudjuk feldolgozni szerver oldalon, illetve hogyan tudunk munkamenet segítségével felhasználó kezelést, ugye autentikációt, illetve autorizációt megvalósítani. Ugye múltkor volt ez a kis modell a munkamenet kezelés működéséről, ez a kis ábra, aminek ugye az volt a lényege, hogy minden kliens rendelkezik egy egyedi azonosítóval, és ezt az egyedi azonosítót küldözgeti mindig a szervernek, és a szerver ez alapján be tudja azonosítani, hogy melyik kliens melyik, és az adott klienshez milyen adat tartozik a szerver oldalon eltárolva. A múltkori storage osztályos handouthoz hasonlóan most is készítettem egy handoutot, a user storage-hoz egy pici módosítás van benne, illetve a metódusoknak a dokumentációja az még innen hiányzik, de egy ilyen általános leírás már megtalálható arról, hogy hogyan kell használni ezt a storage, vagy ezt a user storage osztályt. Itt ilyen kis lenyíló dolgokba raktam bele a kódot, amit lehet újra használni, ugye itt különböző csoportok, különböző megközelítéseket csináltak a gyakorlaton, én igyekeztem mindent összeszedni ezekben a handoutokban, és megcsináltam az előző handoutot is ilyen kicsit könnyebben használhatóra, ilyen lenyíló részben van benne a bemásolható kód. Jó, tehát ennyit arról, hogy mi volt eddig, és akkor nézzük, hogy az Ajax szerver oldalon hogyan kezelhető PHP segítségével. Emlékeztetőül ugye, hogy hogyan is működött az Ajaxos világ, ez az egész felépítés. Ugye ebben az esetben van egy betöltött oldalunk kliens oldalon, valamilyen HTML oldal JavaScript kóddal, és a JavaScript kód képes arra, hogy a háttérben ilyen Ajax vagy hát XML HTTP request kéréseket küldözgessen a szervernek, ami szerver válaszol, ezt a JavaScript feldolgozza, és ezáltal frissíti a kliens oldalon betöltött oldalt, anélkül, hogy ezt az egészet újra kellene töltenie. Jó, tehát egy ilyen valós idejű háttérkommunikációt lehetett ezzel a technológiával megvalósítani a böngésző és a szerver között.
Kliens oldalról ez valahogy úgy nézett ki, egy egyszerű példa, hogy van valamilyen bemenet, ezt beolvassuk, és egy fetch kérést küldünk aszinkron módon valamilyen URL-re, és az innen jött választ, azt mondjuk JSON formátumban feldolgozzuk, és az abban jött információ alapján valamilyen frissítést csinálunk a betöltött oldalon. Jó, tehát így nézett ki egy kliens oldalról ez az egész. És akkor nézzük meg, hogy mi a szerver oldala ennek az egésznek. A szerver, ha bár meg tudja kérdezni, hogy egy kérés, ami jött, az Ajax kérés volt-e, de alapvetően nem érdekli a szervert, hogy honnan és milyen formában jött a kérés. A szerver oldalon csak egy program van egy bemenet, az alapján generál egy kimenetet, ugye, mint minden egyszerű program. És itt tulajdonképpen ez a kimenet lesz az Ajax kérésnek, ugyanúgy, mint bármilyen HTTP kérésnek a válasza. Itt egy nagyon-nagyon egyszerű példát láttok, van egy tömbünk, ebben a tömbben lévő változókat pontos veszővel összefűzzük, és kiírjuk a kimenetre. Na most ez a kimenet, amit itt láttok, ez ugye nem HTML, ez valami szöveg, de ezt JavaScript-tel, mint visszaérkezett válasz a szervertől, nagyon egyszerűen föl tudjuk dolgozni, ugye splitteljük, és akkor már is megvan az eredményünk. Jó, itt látható az összehasonlítás, hogy a PHP programnak teljesen mindegy, hogy milyen kimenetet generál, ugye még a PHP elején volt erről szó, hogy a PHP kimenetet generál, ami általában HTML, de nem feltétlenül kell HTML-nek lennie. Ugye ugyanabból a bemeneti adatból, most ugye itt ez egy beégetett tömb, ugyanabból a bemeneti adatból elő tudok állítani én egy JSON kimenetet, mondjuk egy JSON encode függvénnyel, vagy HTML kimenetet egy HTML sablonnal. Ez a PHP-nak mindegy, az a már a kliens, ugye böngésző vagy JavaScript feladata eldönteni, hogy ezt a kimenetet, ezt hogyan fogja feldolgozni és megjeleníteni. Jó, az utóbbi kimenetet azt ugye a böngésző simán megjelenti weboldalként, az előbbi kimenetet meg mondjuk JavaScript-tel fogjuk tudni egyszerűen feldolgozni, mert a JSON az ugye egy JavaScript-hez közeli formátum. Na, nézzük meg ennek az egésznek a részleteit. Ugye mi kell ahhoz, hogy ez az egész klienstől szerver, szervertől kliens kommunikáció megvalósuljon? Egyrészt kliens oldalon kellenek valami adatok, amiket fölküldünk a szervernek. Amit ugye vagy URL paraméterekként, vagyis GET paraméterekként tudunk fölküldeni, vagy a HTTP kérés üzenet törzsében tudunk felküldeni, amit ugye PHP oldalon a POST metódussal párosítottunk össze. De fontos, hogy itt az Ajaxos világban nem csak POST lehet ez, hanem lehet DELETE, PUT, PATCH, többféle HTTP metódussal is tudunk küldeni ilyen HTTP üzenet törzset. Ezen kívül a HTTP kérésekhez tartoznak még a fejlécek, ugye a HTTP kérés fejlécei, illetve ugye a válasz is sokféle lehet, amit egy HTTP kérésre kaphatunk a szervertől. Nézzük első körben, hogy hogyan lehet egy kliens oldalon lévő űrlapot, vagy annak az adatait fölküldeni egy ilyen Ajax vagy fetch kérés formájában a szervernek. Ugye, ha van egy űrlapunk, jelen esetben mondjuk van benne két darab input mező, akkor ebből nagyon egyszerűen tudunk, hogy ez egy formon belül van, nagyon egyszerűen tudunk elküldhető információt generálni, mert hogy a JavaScript-ben, ez most JavaScript kód, amit itt láttok, a JavaScript-ben van egy ilyen form data osztály, aminek egy form HTML elemet meg tudunk adni a konstruktorába, és akkor ez szépen ki fogja gyűjteni, ugyanúgy, ahogy a PHP ilyen name value párokba a megfelelő információt, és ezt egy HTTP protokollon keresztül küldhető formátumba is meg fogja tudni adni számunkra. Egy másik lehetőség, hogy ugyanezt manuálisan szedjük össze, tehát létrehozunk egy üres formadatát, és az append művelettel egyesével kigyűjtögetjük a name value párokat, és ezt így hozzáfűzögetjük a formdatánkhoz, és utána ebből ezt fogjuk tudni elküldeni a szerver számára. Hogyan tudunk GET paramétereket küldeni? Erre is van szerencsére beépített típusa a
JavaScriptnek, ezt úgy hívják, hogy URL Search Params, amit megint csak vagy kézzel föltöltünk, ahogy itt a kettes példában látjátok, egy ilyen for each ciklussal szépen föl tudjuk tölteni egy űrlap adataival a query stringünket, és akkor kapunk egy ilyen szép URL-t, vagy azt mondjuk, hogy itt is működik az a megoldás, hogy egy formdatába kigyűjtjük az űrlapon szereplő adatokat, és az URL search params konstruktorába megadjuk a formdatát, és akkor abból ő automatikusan fogja tudni generálni ezt a gyönyörű search paramet, ezt a query stringet gyakorlatilag, amit majd el fogunk tudni küldeni a szerver számára. Hogyan tudjuk ezt az adatot elküldeni? Hogyha a HTTP kérés törzsében, tehát a body-ban akarjuk küldeni, akkor azt úgy tudjuk megtenni, hogy a fetch műveletnek van egy második paramétere, ahol ilyen beállításokat tudunk tenni a fetch-re. Például be tudjuk állítani, hogy ne get, ami ugye az alapértelmezett, hanem post metódussal kerüljön elküldésre az információ, illetve egy body mezőn keresztül tudunk adni neki egy ilyen formdata objektumot, hogy mi legyen a HTTP kérés törzse. Na most, mivel ez ugye a HTTP kérés törzsébe kerül, ilyen formdata formátumban, ezért ezt PHP oldalon mi már szépen felparzolva a dollár post tömbben meg fogjuk kapni. Tehát viszonylag egyszerű lesz dolgozni vele. A másik része ennek a dolognak, ugye itt tudunk űrlapadatokat küldeni, illetve értelemszerűen, hogyha ha get paramétereket szeretnénk küldeni, akkor ezt ide az URL-be kell belegenerálnunk, ugye kérdőjel és mögé a query string, tehát get paramétereket az URL-en keresztül, post paramétereket meg a body-n keresztül tudunk elküldeni. A fejléceket pedig egy ilyen headers objektumon keresztül tudjuk beállítani, tehát például, hogy milyen formátumban küldjük el az adatot. Itt látható arra egy példa, hogy létrehozok egy ilyen headers objektumot, belerakok egy olyan headert, hogy a content type-om az text per plain, vagyis sima szöveges adatot küldök, és akkor a fetch-nek a második paraméterébe, ugye method post, itt van egy elírás, az options lenne, nem pedig headers, igen, tehát neki az optionsnek kéne lennie, tehát metódust postra állítom, és a fejléceket pedig erre a headers objektumra tudom beállítani. Hogyan tudok JSON-nel dolgozni? JSON-nek két dologra kell figyelni. Egyrészt a content type-ot be kell állítani, ugye a content type fejlécet. Másrészt pedig ugye magában az üzenet törzsben ezt a JSON adatot kell elküldeni. Itt láthatok egy másik módszert a fejléc beállításra. Nem feltétlenül szükséges ez a headers objektum hozzá. Lehet ezt ilyen objektum literálként is átadni a fetchnek. Tehát meg tudom mondani, hogy post metódussal erre az URL-re szeretnék küldeni egy JSON formátumú adatot, ami nem más, mint JSON stringify, mondjuk valami ilyen összetett JavaScript adatszerkezet, JSON stringify-ol ugye szöveggé alakítva, ez lesz maga a JSON adat, amit elküldünk a szerver irányába. Jó, tehát amire itt figyelni kell, hogy a content type-ot azt be kell állítani application JSON-re, hogy megfelelően menjen át az adat. Hogyan tudjuk a szerver oldalon ezeket a kliensről jött adatokat beolvasni? Hát itt a két leggyakoribb példát hoztam, ugye, hogyha form data formátumban küldjük el az információkat, akkor ugyanúgy, itt megint a dollár getet elírtam, de ez az aláhúzás nagy get, ugye ha az URL-en keresztül query stringben küldjük az adatot, akkor ugye a dollár geten keresztül, ha pedig a body-ban ilyen formdata formátumban, akkor meg a poston keresztül ugyanúgy el tudjuk érni, mint hogyha az egy PHP-s form submitból jött volna. Ha pedig JSON formátumú adatot kapunk szerver oldalon, akkor mivel a JSON, mármint ugye a HTTP kérés törzse az a standard inputon jelenik meg,
Ezért van egy ilyen trükk, hogy fileként megnyitom a PHP standard inputját, azt beolvasom, és ebből JSON decode-dal fogom tudni előállítani azt az eredeti adatot, amit JSON formátumban küldött nekem a kliens. Jó, tehát ez a két nagyon egyszerű módszer van arra, hogy egy AJAX kérés bemenetét PHP oldalon beolvassuk. Kérdés, ha megvan a bemenet, akkor hogyan válaszolok rá PHP-ból, hogyan fog a klienshez visszamenni a válaszom? Egyrészt meg kell különböztetnünk kétféle választ. Lehet statikus a válasz a szerver szempontjából, tehát mondjuk egy fájlt is le lehet kérdezni AJAX segítségével, de ugye az érdekesebb az, amikor valami bemenet alapján valamilyen generált output van, tehát dinamikus tartalmat küldünk vissza. A statikus tartalommal azért nem foglalkoznék részletesebben, mert azt megoldja a webszerver, hogy kérek egy fájlt, ezt a webszerver kiszolgálja és visszaküldi a kliensnek. Tehát itt a PHP által generált dinamikus tartalom lesz az érdekesebb. Ugye ugyanúgy, hogy a szervert nem érdekelte az, hogy a HTTP kérés az egy böngészőből jön, vagy JavaScriptből jön, vagy máshonnan jön, ugyanúgy a kliens sem fogja érdekelni, hogy a HTTP kérés válasza az hogyan jött létre, ő csak kap egy HTTP választ, ami ugye igazából egy hosszú szöveg, azt ő feldolgozza és tud vele bármit is kezdeni, amit szeretne. Jó, tehát ez lesz az alapelv, hogy a PHP programunk fogja előállítani azt a HTTP választ, amit majd a kliens kap. És hogy ez milyen formátum van, ez rengeteg formátum lehet. Lehet egyszerű szöveg, ugye erről már láttunk példát, vagy JSON kód. Akár egy PHP script elő tud állítani HTML kimenetet is, tehát mondjuk egy HTML kód részletet, amit majd megkap a JavaScript és feldolgoz. De akár más formátumokat is lehet itt használni, XML formátum, ugye ahonnan maga az AJAX kapta a nevét, vagy akár egy JavaScript forráskódot is visszaküldhet, egy generált JavaScript forráskódot is visszaküldhet a szerver, miért ne, azt ugyanúgy föl lehet dolgozni kliens oldalon megfelelő trükkökkel. Jó, ugye az egésznek a technikai hátterében a fetch függvény áll, ami kap egy response objektumot, pontosabban ugye egy promise-t kap egy response objektumra. És ebből a response objektumból, hát a két leggyakoribb, amit szoktunk használni, vagy sima szövegként kivesszük a választ, vagy hogyha tudjuk, hogy ez JSON formátumú, akkor JSON formátumban ki tudjuk venni a HTTP válaszból a szükséges adatokat. Hogyan néz ki ez az egész egyszerű szöveges válasz esetén? Ugye mondjuk valami ilyesmi választ szeretnék szerver oldalon adni a kliens kérésére. Itt látható a PHP kód, ami mondjuk ezt generálja. Most itt nem bemenet alapján, hanem egy memória tömb alapján, de mondjuk ez simán lehet egy olyan, hogy kaptam egy olyan get paramétert, hogy gyümölcsöket szeretnék visszakapni az adatfájlomból, mondjuk van egy adatfájlom, ahol ételeket tárolok, és akkor bemenet az, hogy én egy gyümölcsöt szeretnék kapni, és akkor csinálok az adatfájlomon egy lekérdezést, hogy a gyümölcs kategóriába tartozó ételeket szeretném visszakapni, és ezt szeretném HTTP válasz formájában visszaküldeni a kliensnek. Ugye itt van egy saját kis mikroformátumunk, vesszővel elválasztott adatok, tehát tulajdonképpen ez egy CSV formátum. PHP-ban mondjuk egy egyszerű implode függvénnyel, amivel ugye össze lehet fűzni egy tömb elemeit egy stringé, előállítom a kimenetet, és egy egyszerűen egy printtel kiírom a standard outputra. Amit én a standard outputra kiírok, az lesz a válasza a kliensemnek. Jó, tehát kliens oldalon, ja, annyit csinálok, ugye itt látható a kliens oldali kód, elküldöm a megfelelő mondjuk TXT file-ra, vagy PHP oldalra, ugye itt TXT file az így néz neki, a PHP kód meg így néz neki, elküldöm a fetch kérésemet, és a választ szöveges formátumban kiolvasom, és mondjuk egy splittel előállítom az általam kívánt kimenetet. Ezt a módszert is lehet használni, hogy saját mikroformátumot adunk a HTTP válaszainknak, de nem biztos, hogy praktikus, mert nagyon egyedi a feldolgozása bizonyos esetekben. Nyilván most egy split,
de hogyha ennél komplexebb formátumot dolgozunk ki, akkor annak nagyon egyedi feldolgozása lesz, és ez nehezíti a programunknak a kompatibilitását más programokkal. Ennél sokkal gyakoribb, hogy JSON-nel dolgozunk. Ugye itt a fönti sorban látszik egy példa egy JSON adatra. Ez lehet egy sima .json fájl is, de lehet valamilyen PHP script is, ami ilyet generál. Ugye itt látható egy korábbihoz hasonló egyszerű példa. JSON encode-dal átalakítom stringé a PHP adatomat, és egy egyszerű printtel kiírom a standard kimenetre, és ezt fogja megkapni válaszként a kliensem. Ebben az esetben ugye küldök egy fetch-et, megint csak vagy egy JSON file-ra, vagy egy PHP script-re, ami ezt a JSON-t előállítja, és a választ .json-nel egyből fölparzolva ki tudom olvasni a JavaScript segítségével. Ez a legeslegelterjedtebb módja az Ajaxos kommunikációnak. Ugye ezért is szoktam viccelődni, hogy az Ajaxot át kéne nevezni Ajajra, mert igazából már JSON-nel kommunikálunk, nem XML-lel. Tehát ez a legbevettebb módszer, hogy kliens és szerver JSON formátumban kommunikál egymással. Jó, itt egy harmadik példát láttok, hogy lehet akár HTML választ is küldeni. Ugye ez is igazából egy mikroformátum. Annyi a különbség, hogy ez egy olyan mikroformátum, amit a böngésző automatikusan tud értelmezni, mert ugye a böngésző is HTML-lel dolgozik. Ugye itt látható egy ilyen kis HTML code snippet, ez lehet maga egy HTML file, vagy egy PHP script, ami HTML kódot állít elő. Ugye az, hogy hogyan állít elő PHP script HTML kódot, azt gyakorlatilag egész eddig ezt tárgyaltuk a fél év második felében. Tehát ugye mondjuk egy for each ciklussal ki lehet írni. A feldolgozása pedig kliens oldalon ugye úgy néz ki, hogy fetch-el lekérem ezt a megfelelő erőforrást, vagy egy HTML file, vagy egy PHP script, ami HTML-t állít elő, és kiolvasom ezt egyszerű szövegként, aztán egyszerűen valaminek az inner HTML-jébe belerakom. Ugye JavaScriptből a fél év első felében volt szó arról, hogy ha van egy stringként egy HTML kódom, akkor azt egy elem inner HTML-jének be tudom állítani, és akkor azt szépen a böngésző fölparzolja, és előállítja belőle a megfelelő weboldalt. Jó, tehát a feldolgozása a HTML kódnak ilyen formában nagyon egyszerű. Itt most három példa volt, ugye egyszerű szöveg, JSON, HTML, de fontos tudni, hogy bármilyen típusú adat jöhet a szervertől, ha azt a kliens fel tudja dolgozni, akkor ez egy teljesen jól működő Ajaxos kommunikáció lesz. Lehet ez itt XML, Markdown, bármi. A lényeg az, hogy kliens oldalon mi ezt fel tudjuk dolgozni. Jó, tehát ennyit szerettem volna itt az Ajaxról mondani még, hogy ugye PHP oldalon annyi a lényeg, hogy valami olyan scriptet írjunk, ami JavaScript által feldolgozható kimenetet generál. Lehet egyébként még ezt finomítani. Server oldalon is lehet HTTP fejléceket beállítgatni, hogy milyen formátumban megy vissza az adat, vagy például lehet olyat is csinálni, hogyha ha szerver oldalon van egy PHP script, aminek le kéne kérnie valami adatot, de az adat nem elérhető, akkor lehet akár egy 404 hiba üzenetet visszaküldeni a szervertől. PHP-nak vannak erre beépített műveletei, ugye a fejléc beállításokra ott van a header függvény, amit az átirányításhoz használtunk korábban, de a HTTP válasznak a kódját is be lehet állítani, erre is van beépített függvény a PHP-ban. Jó, tehát lehet finom hangolni ezt a folyamatot, de a legalapabb szinten ennyi a lényeg, hogy van egy PHP program, ami valami olyan kimenetet állít elő, amit én majd JavaScript-ben fel fogok dolgozni. Az, hogy a kimenetet mi alapján állítja elő, az meg ugye a bemenettől függ, a bemenete pedig ugyanazok lehetnek, mint egy sima PHP oldalnak, ugye jöhet klienstől, getben, postban, lehet környezeti változó, munkamenet, stb. Jó? Tehát működik ez az összes bemeneti megoldás Ajaxos kérés esetén is, mert hogy ugye a szerver nem tesz különbséget, tehetne, de nem tesz különbséget általában az Ajax meg a nem Ajax kérések között.
Jó, ennyit szerettem volna Ajaxról mondani, és akkor a továbbiakban kódszervezéssel, illetve tervezési mintákkal szeretnék foglalkozni. Néhány alap koncepciót, amit így a PHP-s világban, illetve nem is csak a PHP-s, általában a szerver oldali világban szoktak alkalmazni, azt szeretnék bemutatni. Ez már igazából csak picit része ennek a fél évi anyagnak, ez inkább majd az erre a tárgyra épülő szerver oldali webprogramozás megalapozása, ilyen kis kitekintési jelleggel, hogy hogyan lehet hatékonyabban strukturálni a kódunkat, illetve milyen mintákat lehet alkalmazni szerver oldalon. Illetve azon belül is az egyik legnépszerűbb mintát fogom bemutatni. Jó, mik a kódszervezésnek a lehetőségei? Ugye ugyanúgy, ahogy JavaScriptben, itt is meg kell különböztetni a logikai, illetve a fizikai kódszervezést, vagyis a logikai az ugye fájlon belül nyelvű elemek segítségével történő kódszervezést jelent, a fizikai az pedig fájlok, mappák szintjén megjelenő kódszervezést jelent. Tervezési minták tekintetében pedig kettőt szeretnék bemutatni. Az egyik az úgynevezett PRG minta, másik pedig az MVC architektúra, ami a legnépszerűbb szerver oldali tervezési minta a modern webprogramozásban. Jó, először nézzük a kódszervezést. Ugye logikai kódszervezésnél viszonylag hasonló lehetőségeink vannak, mint JavaScriptben, amivel kiegészül PHP-ban, hogy PHP-ban vannak interfészek például, JavaScriptben ugye csak osztályok voltak, illetve az interfészek mellett vannak névterek PHP-ban, tehát lehet más egyéb JavaScriptben nem jelenlévő programozási absztrakciók segítségével is logikailag szervezni a kódunkat. Fizikai fájlszervezés tekint, vagy kódszervezés tekintetében ugye fájlokkal, könyvtárakkal tudunk dolgozni, és ezek között az include once nyelvi elemek, amikkel tudunk kapcsolatot teremteni, ugye ez egy másik fájlnak a betöltését jelenti. Erről egyébként azt kell tudni, hogy ilyen smart resolution van az include-ban, meg az include once-ban, hogy megnézi a betöltött oldalhoz képest is, meg az adott fájlhoz képest is, hogy létezik-e a betöltendő fájl, és megpróbálja megtalálni azt a fájlt, amit mi szeretnénk betölteni. Ezzel kapcsolatos egy érdekes lehetőség a PHP-ban, amit autoloadingnak hívunk, aminek az a lényege, hogy ez már erősen az objektumorientált PHP-nak a része, hogy ha a PHP script futás közben találkozik egy olyan osztállyal, amit nem ismer, tehát még nincsen definiálva, akkor meg lehet határozni egy olyan függvényt, ami lefut, mielőtt elcrashelne a program hiányzó osztálydefiníció miatt. Ez a függvény, ez pedig megkapja az osztály nevét, és ez alapján megpróbálhat automatikusan betölteni egy fájlt, amiben az adott osztály definíciója van. Tehát, hogyha van egy jó naming conventionünk fájlnevekre, akkor tudunk olyat csinálni, hogy nem kell egyesével betölteni az osztályokat, hanem amikor először találkozik a PHP kódunk az adott osztállyal, akkor automatikusan betölti az adott osztálynak megfelelő PHP fájlt. Ezt majd meg fogom mutatni konkrétan is. Jó, és akkor ugye a kódszervezésnek egy bizonyos eszköze az, hogy valamilyen architektúrát vagy tervezési mintát alkalmazunk, aminek valamilyen megkötött szabályai vannak, amihez alkalmazkodunk, és amit betartunk. Jó, nézzük a legegyszerűbbet. Logikai kódszervezés. Első pont. Kommenteljük a kódunkat. Ugye eddig is csináltuk ezt. Itt egy általános fájlszerkezet az eddigiek alapján. Ugye vannak valami segédfüggvényeink. Van egy bemenet ellenőrzés, ugye ez a verify get, verify post, stb. Van egy beolvasás rész, ahol ugye a postból, getből kiolvassuk az adatokat. Van egy ellenőrzés, ahol ugye az előfeltétel meglétét vizsgáljuk a bemeneti adatokon. Van egy feldolgozás rész, ugye, hogyha nem volt hiba, tehát hogyha teljesül az előfeltétel, akkor feldolgozzuk az adatokat.
lehet valamilyen adatnak a lekérdezése, mondjuk egy adatfájlból, és ennek az egésznek a megjelenítése egy HTML sablonban. Ugye, ha már ennyi minden van egy fájlban, akkor a kommentek tudnak segíteni abban, hogy könnyebben eligazodjunk. Aki hozzám jár gyakorlatra, ugye ezeket a kommenteket én is szépen bele szoktam rakni a fájlaimba, hogy látszódjon, hogy hol mit csinálok. De ennél sokkal fontosabb a kommentelésnél az az, hogy konvencióink legyenek, amiket betartunk. Ugye azt szokták mondani, hogy a jó programkód az nem igényel kommentet, hanem önmagát dokumentálja. És ennek ugye a legfontosabb eszköze a kódolási konvencióknak a betartása. Tehát, hogyha én tudom, hogy minden egyes fájlomban ezt a struktúrát követem, akkor nem kell kommenteznem, hogy ez a struktúra, mert tudom, hogy mindenhol ez a struktúra. Éppen ezért ez a megjegyzések, ez inkább a korai szakaszban, amikor az ember elkezd foglalkozni ezzel, akkor lehet fontos. Ugye a következő kódszervezési lehetőség logikai szinten, azok a függvények, osztályok, interfészek. Ugye ezt is elég sokat használtuk már eddig is. Itt néhány példát láttok arra, hogy hol használtunk ilyeneket, ugye verify get, verify post, vagy a redirect, saját segédfüggvények, amiket írtunk. Logikai kódszervezésre jó példa a storage megvalósítás, amit ugye az előadáson itt vagy gyakorlatokon szerepelt. Ugye itt interfészek vannak, interfészekből implementálunk egy abstract osztályt, abstract osztályból származtatunk konkrét osztályt. Ugye itt egy hierarchikus, logikus rendszert építünk fel a PHP nyelv logikai kódszervezési eszközeinek segítségével. És akkor itt van a harmadik pont, a fizikai kódszervezés, amikor szétszedjük különböző fájlokra a programunkat, és ezeket a fájlokat mappákba soroljuk. Ugye a PHP-nak nincsen megszabott rendszere erre. A PHP az egy script nyelv, betöltünk egy script fájlt, és az dolgozik. Éppen ezért nagyon jól ki lehet ezt használni arra, hogy saját konvenciókat alakítsunk ki. Egy nagyon jó konvenció például, hogy a különböző logikai kódszervezési egységeket külön fájlokba pakoljuk. Ugye osztályokat vagy egyesével, általában egyébként nagyobb projektek esetében ezt szokták követni, hogy minden egyes osztály egy fájl, vagy összetartozó osztályokat egy fájlba ki lehet szervezni, segédfüggvényeket egy fájlba ki lehet szervezni, tehát a logikai kódszervezés alapján is lehet fizikailag fájlokat szervezni, viszont akkor amire figyelnünk kell, hogy ezek valahogy függni fognak egymástól ezek a fájlok. Például mondjuk a fő programunk függ a utils fájlunktól, ahol ugye a segédfüggvényénket írjuk le. Ugye ezeket a függőségeket, ezeket PHP-ban manuálisan kezeljük elsősorban. Ugye itt volt szó az autoloadingról, ami automatikusan kezeli, de általában manuálisan kezeljük ezeket a függőségeket. Ugye itt a négy kulcsszó szerepel, include, include once, require, require once. Ezekkel lehet betölteni egy másik fájlt. Ugye az include és a require között az a különbség, hogy a include az csak warningot dob, hogyha nem találja meg, vagy nem tudja betölteni a kért fájlt, a require viszont fatal errorral meghalasztja a programunkat. A once-os változatú meg ugye azt mondja, hogy egy fájlt csak egyszer lehet vele betölteni. Nem fog hibát dobni, hogyha többször megpróbáljuk, de csak egyszer tölti be. Látszik ebből az is, hogyha nagyon komplex az alkalmazásunk, sok a függőség, akkor ezeknek a manuális kezelése ez macerássá válik. Ugye erre az egyik megoldás, amiről már itt részben volt szó, az az autoloading. Egy másik megoldás pedig az, ahhoz, hogy ez könnyebben menedzselhető legyen, az az úgynevezett bootstrapping megoldás. Jó, ezt a következő szlájdon fogom elmondani pontosan, hogy mi a bootstrapping. Viszont előtte még a mappákról egy picit szeretnék beszélni, hogy hogyan érdemes mappákba sorolni különböző PHP script fájlainkat. Ugye egyrészt lehet a fájlok típusa alapján, ugye vannak az adatfájlaink, ezek valami JSON fájlok vagy TXT fájlok, vannak az osztályt leíró fájlaink, vannak ilyen partial, tehát ilyen sablon fájljaink,
Tehát a fájlok típusa alapján lehet ezeket például mappákba sorolni, vagy hogyha használunk valamilyen konvenció, tervezési mintát, architektúrát, akkor az adott architektúra szabályainak megfelelően tudjuk mappákba rendezni a fájljainkat. Jó, akkor nézzük, hogy mi az a bootstrapping. A bootstrappingnek a lényege az az, hogy vannak olyan ismétlődő részek, amit minden egyes oldalbetöltéskor szeretnénk végrehajtani, amikre mindig szükségünk van, például az általános függőségek betöltése, vagy ugye múltkor volt szó munkamenet kezelésről, munkamenet elindítása, adatfájlokhoz való hozzáférés, stb. Ezeket pakoljuk be mind egy darab fájlba, és innentől kezdve az összes scriptünknek csak ezt az egy darab fájlt kell behivatkoznia, mert ez az egy fájl behivatkozik minden más, amire szükségünk van. Így nem lesznek ismétlődő részek a kódjainkban, ugye ez a Dry Do Not Repeat Yourself elvnek az alkalmazása tulajdonképpen a függőségek kezelésére. Ezzel nagyon szépen tudjuk strukturálni úgy a kódunkat, hogy ne legyenek fölösleges ismétlődések. Előfordulhat, hogy vannak dolgok, amiket fölöslegesen töltünk be, mert az adott oldalon nincs rá szükség, de ez sokkal kisebb baj, mint hogyha valamit több helyen kell átírni, hogyha valami módosul. Tehát éppen ezért ez egy nagyon jó módszer, ez a bootstrapping, hogy egy helyre pakolunk mindent, amire szükségünk van az összes oldalunkon, vagy az oldalaink többségén. Jó, tehát itt ez egy nagyon jó stratégia arra, hogy egy kicsit a zajt csökkentsük a kódunkban, és olvashatóbbá, jobban rendszerezetté tegyük a kódunkat. Egy ilyen bootstrappinget használó projektnek valahogy így néz ki a mappa szerkezete alapszinten. Ugye vannak az oldalaink, index, page 1, page 2, ezek azok az oldalak, amikre a felhasználóink ellátogatnak. Vannak ilyen partial-ök, ilyen részleges oldalrészletek, ugye header, footer, amikkel az oldalon belüli ismétlődést tudjuk kiköszörülni. Vannak az adatfájljaink, ugye ez a fájl típusa szerinti a mappákba sorolás, és akkor van a minden más, én ezt libnek neveztem el, itt vannak a definiált osztályaink, segédfüggvényeink, stb. Vagyis a függőségek. Ezeket fogja az init.php kezelni, meg ugye a storage-ot is az init.php kezeli. És akkor ide beraktam a libbe ezt az init.php-t, és akkor az összes oldalam erre lib per init.php néven majd szépen fog tudni hivatkozni. Ez már egy viszonylag jó mappa szerkezet, ez egy jól lehet vele dolgozni. Ez a szint igazából már itt a beadandó ZH-hoz bőven elegendő, nagyon kényelmesen lehet ezzel, ezen a szinten, ahol most mi dolgozunk, nagyon jól lehet ezzel dolgozni. Ugye említettem, hogy van arra is lehetőség, hogy a osztályainkat ne manuálisan, mint ahogy itt látszik, mondjuk manuálisan betöltsük az osztályainkat, hanem van lehetőség arra, hogy ezeket automatikusan töltsük be. Erre a beépített függvénye a PHP nyelvnek, ez az SPL Autoload Register függvény, ami azt mondja, hogy ez a függvény, amit ő itt paraméterként megkap, ez fogja kezelni az autoloadingot. Ugye, ha megnézitek ezt a mappa szerkezetet, mondjuk itt vannak ebben a classes fájlban mind egyesével, ugye itt fontos, hogy egyesével minden osztálynak külön fájlja legyen. Itt vannak benne az osztályaink, akkor tudom azt mondani, hogy valahányszor találkozom egy eddig ismeretlen osztálynévvel, akkor legyél szíves betölteni a classes mappából az osztály neve kisbetűvel .class.php fájlt. Mert hogy nekem az a konvencióm, hogy minden egyes osztályomat azt így ebben a mappában így elnevezve fogok elhelyezni. Ha ezt a konvenciót betartom, akkor működik az autoloader, nem szükséges egyesével betölteni az összes dependency osztályomat. Jó, tehát ez az alapkoncepciója az autoloadingnak. Persze ezt lehet finomítani,
hogyha én mondjuk több mappában pakoltam az osztályaimat, és vannak különböző típusú osztályaim, tehát mondjuk vannak segédosztályaim, meg vannak adattípus leíró osztályaim, akkor például meg lehet ezt csinálni, hogy az egyiket úgy hívom, hogy tehát itt is bevezetek valami konvenciót, hogy mondjuk M betű, nagy M betűvel kezdődik az adattípus leíró osztály, és mondjuk nagy U-val kezdődik a utility osztály, akkor lehet egy olyan autoloadert csinálni, hogy megnéz az első karaktert, hogyha az egy U-val kezdődik, akkor a classes per utils mappában keres, ha pedig M-mel, akkor mondjuk a classes per model mappában keres. Tehát lehet ezt okosítani, ez egy nagyon-nagyon egyszerű autoloader, amit itt láttok. Jó, röviden ennyit szerettem volna elmondani itt a kódszervezésről, ugye logikai kódszervezés, nyelvi elemek segítségével, illetve fizikai kódszervezés, fájlok, mappák segítségével. És most szeretnék áttérni a tervezési mintákra, azon belül is a PRG, illetve az MVC mintákra, hogy egy picit ebbe is belekóstoljunk itt a fél év végén ilyen kitekintési jelleggel. A példa az a szokásos Móriczka példa, to-do alkalmazás, listába szeretnénk elemeket fölvenni. Ezt szeretném használni itt a dolgok bemutatására. És akkor nézzük meg, hogy hogyan néz ki egy ilyen nagyon egyszerű probléma. Ugye van egy oldalunk, ez az oldal, ez megjelenít egy űrlapot. Az űrlapba bepötyögök valami adatot, ezt elküldöm a szervernek, a szerver azt feldolgozza, mondjuk elmenti a beírt tudót, majd megjelenít egy olyan oldalt, ahol látom az eredményt. Egy egyszerű tudó esetében az űrlap meg a megjelenítés az általában ugyanazon a helyen van, ugye látom a tudó listámat, és akkor fölé be tudok írni mondjuk egy új elemet. Az általános struktúra, ugye, vissza a kommenteléshez, az ugye így néz ki, bemenet ellenőrzése, beolvasás, feldolgozás, és a lekérdezést megkövetően a megjelenítés. Tehát ugye ezt csináltuk eddig. A kérdés az, hogy hogyan lehet ezt kicsit jobban koncepcionálisan szétválasztani, hogy kicsit jobban szétváljanak az egyes koncepciók egymástól. A válasz az a PRG, vagyis Post Redirect Get módszer, aminek az a lényege, hogy válasszuk szét azt, hogy én most csinálok valamit, meg azt, hogy megjelenítek valamit. A csinálok valami ezt, a feldolgozáshoz rendeljük hozzá a post metódust, mert általában ugye azzal küldünk valamilyen adatot, a megjelenítéshez pedig a get metódust fogjuk hozzárendelni. És az alapelv az az, hogy megjelenik az űrlapunk egy get kérést követően, azon az űrlapon elküldünk valamilyen adatot post metódussal, majd ha feldolgozás megtörtént, akkor átirányítjuk a post metódust feldolgozó PHP skripttel vissza egy olyan oldalra, ahol már get metódussal újra meglátjuk a lekérdezett adatunkat. Jó, tehát ezért PRG minta, mert poszttal érkezik valamilyen információ, azt feldolgozom, és átirányítok egy olyan oldalra, ahol gettel megjelenítem a már módosult adatokat. Jó, tehát ez a PRG mintának a lényege. Ami ezzel az egésszel a probléma, hogy a hibákat, illetve a sikertelenséget hogyan kezeljük ebben az egészben. Az első lehetőség az az úgynevezett laza PRG minta, amit nagyjából egyébként ez az, amit eddig is használtunk, hogy van egy űrlap, az megjelenik ugye get metódussal, bepötyögök valamit a böngészőbe, enter, megjelenik az űrlap, kitöltöm, elküldöm, akkor az ugye post metódussal fog fölkerülni, verify post, én ezt érzékelem, hogy post metódussal jött valamilyen adat, és hiba esetén a post kérésre is megjelenítem a hiba üzeneteket, és a post kérés válaszában ott lesz az űrlap, amin újra lehet küldeni, hogyha hiba volt. Ha sikeres, akkor vagy átirányítok egy másik oldalra, tehát mondjuk egy login esetében, ez ugye úgy néz ki, ez a laza PRG, hogy poszttal küldöm a bejelentkezési adatokat. Ha hiba van, akkor maradok ezen az oldalon és megjelenítem a hibákat. Siker esetén meg bejelentkeztetem és átirányítom valamelyik másik oldalra, ami meg már megint get metódussal fog megjelenni.
Ugye ez a laza PRG, és akkor van az extrém vagy szigorú PRG, ami azt mondja, hogy ha POST kérés van, az azt jelenti, hogy semmi nem jelenhet meg. Annak mindig redirect-tel kell végződnie, és megjeleníteni csak GET kéréssel lehet bármit is. Ebben a megközelítésben a GET-tel, ugye bepötyögöm megint login.php, megjelenik az űrlap, küldöm az adatot egy másik oldalnak, ami POST kéréseket fogad csak és kizárólag, és ez földolgozza a bemenetemet, ha hiba van, akkor visszairányít arra az oldalra, honnan jöttem, és valahogy megjeleníti a hibákat. Ez mondjuk egy ilyen kérdés, hogy ugye az átirányítás közben meg kéne őrizni, hogy milyen hibáim voltak. Erre a válasz egyébként majd a flash adattárolás lesz, amit majd mindjárt bemutatok. És ugye a másik lehetőség, hogy az űrlapunkon fölküldünk valami adatot, egy másik scriptnek, ami posztadatot fogad, az sikeres, siker esetén elvégzi a feldolgozást, és átirányít egy siker oldalra. Jó? Tehát ezt jelenti az extrém PRG, valahogy így néz ki, ez ilyen ábrával lerajzolva, talán így jobban érthető. Van egy oldal, ahol az űrlap van, ez küld valamilyen adatot, ha hiba van, akkor visszairányítom a felhasználót ide, és megjelenítem a hiba üzenetet. Újra küldi, process.php hibát talál, megint ide visszaküld az input.php-ra, és aztán kitöltöm, ugye fölküldöm a formadatokat a process.php-nak, azt mondja, hogy ez most rendben van, és átirányít a success.php-ra, ahol nem az error, hanem a success message-eket kellene megjeleníteni, de ez megint egy elírás, bocsánat érte. Jó, és egy másik oldalra, ami egyébként technikailag lehet ugyanaz az oldal, mondjuk egy to-do lista alkalmazás esetében, de a lényeg az, hogy átirányít egy másik oldalra, ahol a sikert jelezzük valahogyan. A kérdés az a sárga rész ezen az ábrán, hogy addig oké, hogy egy input.php az tud adatot küldeni poszton keresztül a process.php-nak, de a process.php-ból a hibaüzenetek meg a sikerüzenetek hogyan fognak visszajutni a GET kérésbe. Ugye lehetne GET paraméterekkel dolgozni, de nagyon undorító lenne a teljes hiba meg hibaüzenet listát meg egyebeket GET paraméterben küldeni, tehát kellene valamilyen más módszer. A más módszer az az úgynevezett flash adattárolás. Ennek az a lényege, hogy van nekünk olyan változónk, ami ugye megérzi kérések között az állapotát, ez pedig a munkamenet, a session. A flash adatnak a lényege az az, hogy a sessionbe beleírok valamilyen adatot, és amikor én azt onnan kiolvasom, akkor egyből ki is törlöm, tehát egy olvasás erejéig marad meg a sessionben ez az adat. Ez nagyon jól használható arra, hogy a feldolgozó oldalon beleírom ezt az adatot, átirányítok a getes oldalra, a getes oldalon kiolvasom az adatot, és megjelenítem azt az üzenetet, mondjuk, amit a posztos oldal generált. Ezáltal, ugye, mivel csak egyszer fognak ezek az adatok itt, egyszer lesznek kiolvashatóak, ezért flash, mert egy villanásnyi ideig van csak benne ott a sessionben, egészen konkrétan addig, amíg ugye ki nem olvassuk. Itt látható két nagyon egyszerű segédfüggvény, eltárolunk valamilyen néven valamilyen adatot a sessionben, majd kiolvassuk ezt az adatot, és amikor kiolvassuk, akkor egyből töröljük is a sessionből. Jó? Tehát ezzel lehet oldalkérések között megőrizni üzeneteket. Tudós példa valahogy így néz ki. Van egy tudó.php-m, ez fogja megjeleníteni a listámat. Elindítom a session-t, kiolvasom az adatokat, lekérem a hiba üzeneteket egy flashből, hogyha vannak. Ha nincsenek, akkor ugye üres tömböt adok vissza, majd ugye kilistázom az összes tudómat, kiírom a hibáimat, hogyha vannak. Itt most csak egy vardámpot használtam a helyszűke miatt, itt valamilyen for each ciklussal kellene ezt kiírni, és ugye ott van az űrlap is. A feldolgozó oldal pedig úgy néz ki, hogy ugye gyűjtjük a hibákat, ez az, ami eddig az oldalunk elején volt ilyen PHP blokk, gyűjtjük a hibákat, gyakorlatilag az oldal csak akkor csinál bármit is, hogyha a megfelelő POST bemenet megvolt, a beolvasás, ellenőrzés, feldolgozás az megvan.
Amiben különbözik az eddig használt mintától, az viszont az, hogy ugye ugyanúgy megvan, hogy ha nincsen hiba, akkor elvégezzük a feldolgozást, viszont ennek van egy else ága, hogy ha van bármi hiba, akkor azt a hibát eltároljuk flashben. És akkor ezáltal, hogy itt flashben eltároltuk, a redirect után ki fogom tudni olvasni, milyen hibák történtek vagy feldolgozás során. Ugyanezzel a módszerrel a sikerüzeneteket is el lehet ugyanúgy flashben tárolni és továbbítani a sikert jelző oldalnak. Jó, tehát ez a PRG mintának a lényege, hogy mindig vannak megjelenítő oldalak, és vannak feldolgozó oldalak, mondjuk nevezzük őket actionöknek, és ezek különböző képpen ugye a getes oldal postkérést küld a feldolgozó oldalnak, tehát a megjelenítő oldal kérdez valamit az actiontől, az action pedig válaszol azzal, hogy hova redirectel, és a flashben milyen adatot tárol el. Jó, tehát ez a PRG mintának a lényege. Jó, a koncepciók, amik alapján itt szét tudjuk választani, vagy rendszerezni tudjuk az alkalmazásunkat, hogy vannak oldalak, amik információt tudnak megjeleníteni, adatbázisból olvasnak, azt megjelenítik. Ezek a getes oldalaink, ezek lesznek az ilyen kis page-ek, és vannak olyan oldalak, amik csak feldolgozást végeznek, nincsen semmi kimenetük, utána átirányítanak és flash adatokkal továbbítják a szükséges információt a megjelenítő oldalnak. Jó, igen, itt látható a konkrét tehát amikor már fizikai szinten is szétválik ez az egész, van egy to-do list PHP, gyakorlatilag ugyanaz van benne, mint az előzőben, csak ez most már precízen header-ökkel, footer-ökkel mindenhol. És ahova küldi az adatot, az az action per addTodo.php, és ez az addTodo.php, ez ugye ugyanazt csinálja, mint az előbb, utána csinál egy átirányítást a to-do listára. Úgyhogy a lényeg az így van, és akkor a mappa szerkezetben, ami újdonságként megjelenik, hogy van egy actions mappám, amiben olyan PHP scriptjeim vannak, aminek nincsen kimenete, amik csak feldolgozást végeznek. Jó, azon kívül a többi az nagyjából ugyanaz maradt a mappa szerkezetből. És akkor a harmadik koncepció, vagy a másik koncepció, amit szeretnék bemutatni, az az úgynevezett MVC architektúra, amikor úgynevezett felelősségi körök szerint szervezem a kódomat, és három felelősségi kört különböztetek meg. Az első az a nézet, ami azért felelős, hogy mi hogyan jelenik meg. Ez nagyon erősen analóg a kis page-eimmel, amik eddig voltak. Vannak a vezérlők, amik a működésért felelősek, ez erősen analóg a eddigi action-ökkel, annyi kiegészítéssel, hogy a vezérlő felelős azért is, hogy az adatokat a nézet számára lekérdezze. Tehát minden, ami adattal kapcsolatos, ezt a vezérlő csinálja. És van az adatokért felelős réteg, a modell, ami az adatfájlokhoz biztosít egyfajta hozzáférést. Az általános mintája az MVC architektúrának az valahogy így néz ki, hogy van egy nézet, amit lát az én kis felhasználom, és használja a nézetemen keresztül a kontrollereket. A kontrollerek azok hozzáférnek az adatokhoz, a modellhez, ezt akár módosítani is tudják, vagy lekérdezni, és ezek alapján meg tudják jeleníteni a nézetet. Tehát igazából ezt a félkört az MVC-ben azt a kontroller csinálja, és akkor a vége az ugye az, hogy újra megjelenik valamilyen nézet, amit a felhasználóm lát, és interakcióba lép vele. Ez az ábra, ez egy nagyon általános MVC ábra, vannak ennél sokkal komplikáltabbak is, és az MVC-nek van n millió alváltozata, attól függően, hogy a view hozzáférhet-e a modellhez, vagy csak a kontrolleren függ keresztül. Rengeteg változata van az MVC-nek, ez egy nagyon általános modell, amit itt láttok, vannak ilyenek, hogy MVVC, meg hasonlók, rengeteg változat van belőle. Ez egy ilyen általános koncepció, hogy van a modell, az adatréteg, van a kontroller, ami
a működésért felelős réteg, meg van a view, ami a megjelenésért felelős réteg, és ezzel ugye a view-n keresztül lép kapcsolatba a kontrollerekkel a felhasználó. Néhány fogalom ezzel kapcsolatban. Ugye vezérlőnek vagy kontrollernek hívjuk tulajdonképpen a logikát, ami működteti az oldalunkat, és ezek a logikák, ezek végpontokhoz, vagyis URL-ekhez vannak rendelve. Jó, hát van egy végpont, ahhoz én hozzárendelek egy kontrollert, ami a funkcionalitásért felelős az adott végponton. Ehhez mindig tartozik egy úgynevezett routing, ami megmondja, hogy melyik végponton, milyen HTTP metódusért, melyik kontroller hogyan felelős, tehát egy ilyen párosítás végpontok és kontrollerek között. Eddig ezt a fajta párosítást, ezt a webserver csinálta, ugye, hogyha most itt visszaszaladok az action-ös példához, akkor tulajdonképpen, hogyha az action-öket tekintjük egy ilyen laza kontrollernek, akkor azt, hogy melyik végponthoz melyik kontrollert rendelem, azt a webserver döntötte el, mert az URL az maga a kontroller fájlnak a neve. Ha meg egy view-t hívok meg, ugye, hogyha ezeket most view-nak nevezem, akkor megint ugye a webserver az URL alapján eldönti. Jó, tehát a routing lényege, hogy van egy útvonal, egy HTTP metódus, és ehhez rendelek valamilyen működést. Ezt vagy a webserver csinálja automatikusan, vagy manuálisan tudjuk kezelni, hogyha úgynevezett egybelépési pontos alkalmazásunk van. Ez azt jelenti, hogy bármi van a böngészőben, azt mindig az index.php fogja szépen lekezelni, és ő fogja eldönteni, az index.php, hogy hogyan tovább, milyen nézetet jelenítek meg, hogy milyen kontroller hogyan működik. Itt látható néhány példa arra, hogy hogyan lehet ilyen egybelépési pontos routingot csinálni. A legegyszerűbb az, hogy egy get paraméterben kapja meg mindig az index.php azt az útvonalat, ugye azt a végpontot, amire én regisztrálni szeretnék. Ezt a legegyszerűbb megcsinálni. Lehet olyat csinálni, hogy maga a get paraméter neve lesz a path, az a végpont. Ez még megint csak egyszerűen kiolvasható ugye get paraméterből, illetve van egy ilyen megoldás, hogy ez az index.php per, és akkor mögötte van az útvonal a végpont. Itt már egy kicsit magicelni kell, hogy kézzel kell kezelni az URL-t. És hát a legelegánsabb, de legnehezebben megvalósítható az, amikor az egészből eltűnik az index.php, és egy úgynevezett rewrite módszerrel aliaszokat csinálunk. Például azt mondjuk, hogy ez az URL legyen az aliasza ennek, és akkor igazából minden kérés az index.php-hoz fut be, de a böngészőben úgy látszik, mintha ezek ténylegesen külön oldalak lennének. A routing megvalósítása viszonylag egyszerű, manuálisan. Nem fogok most ezen végigmenni, mert már látom, hogy itt az idővel elég szűkösen vagyok. A lényeg az, hogy regisztrálom, nem is a router osztályt mutatom, hanem azt, hogy hogyan használnám, és akkor abból nagyon szépen látszik az, hogy hogyan lehet ilyet csinálni. A lényeg az, hogy van egy routerem, amit valahogy megírtam, ez az előző szlájdon rajta van, és beregisztrálom, hogy melyik végpontokhoz, milyen metódussal, tehát gettel, poszttal, milyen végpontokhoz, melyik kontrollernek, ez a kontroller ez egy osztály, melyik kontrollernek melyik metódusát kell meghívni. Ha ez mondjuk egy olyan get végpont, aminek meg kell jeleníteni valamit, akkor az a kontroller lesz felelős azért, hogy a megfelelő nézetet betöltse, és azt megjelenítse a felhasználó számára. Ha ez egy ugye PRG mintában actionnek nevezett típusú kérés, tehát egy POST kérés, akkor az adott kontrollernek az adott metódusa felelős azért, hogy a végén az átirányítást megcsinálja. Tehát igazából ez a PRG minta, ez egy ilyen előszoba az MVC mintához. Az MVC annyival több, hogy ott mindenért a kontrollerek a felelősek, illetve hogy a modell réteg, az adatokért felelős réteg, az teljesen külön válik. Erről az MVC mintáról, erről részletesebben az erre épülő szerver oldali webprogramozás tárgyon egyébként tanulhattok, akit érdekel. A lényege az ez a hármasság, hogy van egy modell, ami definiálja a tárolt típusokat és biztosítja a kapcsolatot az adatforrás, adatbázis, adatfájl felé.
Van egy kontroller, ami a végpontok működését definiálja, és ezerint kétféle lehet, vagy betölt valamilyen adatot, és az alapján egy nézetet megjelenít, vagy feldolgoz bejövő adatot, és az alapján, vagy utána egy átirányítást csinál, és van a nézetréteg, amit gyakorlatilag sablonok, amik bemenő adatok alapján meg tudnak jeleníteni HTML kódot a felhasználóink számára. Záróképként itt látható egy ilyen mappa szerkezet, hogy hogyan néz ki egy MVC-s alkalmazásnak a mappa rendszere. Ugye egy belépési pont van az index.php, és ugye az architektúra alapján controllers, models és views mappákba vannak sorolva az egyes PHP scriptjeink. Jó, ez csak egy tényleg egy ilyen kis kitekintés az összetettebb rendszerek irányába PHP-val. Nagyon-nagyon-nagyon messzire el lehetne menni ezzel az MVC mintával. Jó, és ezt átugorjuk, és akkor az összefoglalás. Ugye, amiről ma szó volt, hogy hogyan kezeljük az Ajaxot szerver oldalon, hogyan tudunk Ajax kéréseknek kimenetet generálni PHP-val, illetve hogyan tudunk megfelelő bemenetet biztosítani egy ilyen PHP scriptnek Ajax kéréseken keresztül. Volt szó a PRG mintáról, ugye ez a post, redirect, get minta, ahol a getes oldal lekérések a megjelenítésért, illetve az adatok elküldéséért felelősek, a post pedig a feldolgozást végzi, ami után átirányít, és hát ilyen kis betekintés szintjén volt szó az MVC modellnézet vezérlő mintáról, ami egy ilyen előremutatása a komolyabb rendszerek és összetettebb architektúrák irányába itt szerver oldalon. Jó, én ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen mindenkinek itt az egész fél éves figyelmet, aki azért így követte az előadásokat. És hát akkor a számonkérésekkel kapcsolatban majd még fogjuk küldeni az információkat, hogy pontosan mi merre, hány óra és mikor lesznek a ZH-k, illetve a csoport ZH-kkal mi legyen, vagy hogy hogyan lesznek a csoport ZH-k. Jó, tehát még egyszer köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és akkor sikeres vizsgai időszakot mindenkinek, mert hát sajnos most már ez következik, úgyhogy köszönöm és sziasztok!